Itt van előttünk az újabb lehetőség. A világ gyorsan változik. Ami ma még lehetőség, holnap már csak ábránt. Magunktól sem szégyen tanulni. Az elmúlt 4 évben azért teljesítettünk jobban, mert egységesek voltunk. Mi vagyunk ma a legegységesebb ország Európában. Megértettük, hogy 2 dolgot nem bocsát meg a történelem. A gyengeséget és a gyávaságot. Olyan időket élünk, amikor a gyengéknek és gyáváknak nem osztanak lapot. A vendégem Mándján József professzor, és amikor ide leült, azt mondta, hogy beszélte majd a jelöltek, hogy az élőlánc listán szereplőkről van szó. Azt gondolom, hogy a Tisztesség és Emberség Szövetsége, amelyet ön alapított, és amelynek hány képviselőjelöltje lesz a élőlánc listán? 9. Hát akkor tessék, professzor úr, mondja, hogy miért kellene erre a 9 emberre szavazni. Itt az előzőekben beszélgettek arról, hogy ha majd egy más párt jön, akkor hogy megváltoznak a viszonyok. Én megmondom őszintén, ebben őszintén szóval nem bízom, nem hiszek. Rendszerhiba van itt. Nem történt meg az a rendszerváltás, ami annak idején meg kellett volna, hogy történjen. És a pártokráciának egy olyan rendszere alakult ki, mondhatom így, ahol is a pártok tulajdonképp azért versenyeznek, hogy a háttérből irányító, az akkora nemzeti vagyonunkat széthordó, és azóta is a közös kasszákat kirabló, mondjuk így finoman fogalmazva gazdasági érdekcsoportok, vagy mondhatom keményebben maffia családok, hálózata kiszolgálásáért folyik a harc a pártok között. Hogy persze, természetesen. Országgyűlési tudósító voltam, máig emlékszem, a spontán privatizáció kapcsán csináltam interjút Sárközi professzorral. Tetszik tudni, igen, emlékezni, hogy ő vezényedre. Azt mondta, nagyon sokat fognak lopni, ezért gyorsan kell csinálni, hogy kisebb legyen a veszteség. Most Bibót idézem, aki azt mondta, hogy lehetséges a békés rendszerváltás, azzal a veszéllyel, hogy a politikai egy része átmenti a kapcsolati tőkét, és pozícióban marad, hogy Angliában is történt a nagypolgárság arisztokrácia. Ez történt, professzor úr. Másképp nem történhetett, mert ahogy most Antal Józsefet idézem, azt mondta a szerkesztő úr, nekünk nincsenek tulajdonosaink. A zsidó gyárosokat, kereskedőket elgázosították, vagy elmenekültek. A nagybirtokhoz értő, mint a gazdaságokat vezető arisztokratákat pedig a kommunisták elüldözték. Professzor úr, ez jutott nekünk. Ez a kiinduló állapot. Jó, most már öné a szó, mert túl sokat beszéltem. De száfoljon, ha valamiben nem ért. Egyetértek, nyilvánvalóan valamilyen módon le kellett bontani azt a struktúrát, ami volt. Tehát én ezzel egyetértek. Nekem azzal az elképesztő mohósággal van bajom, amit ez a társaság, aki annak idején széthordta a nemzeti vagyont, azóta is követ. Mert a közös kasszák kirablása ugyanúgy zajlik, változatlanul, legfeljebb más retorikával, attól függően, hogy melyik párt van éppen hatalmon. Tehát nekem az a benyomásom, és tetszett a levelét, ami, a levelében, amit a tanítványainak írt, hogy mondta, idézem, jó, brutálisan kellett azzal szembesülnöm, hogy a gazdasági maffia családok hálózata kerítette hatalmába az államot, és a két nagy pártpolitikai tömörülés nem más, mint a háttérhálózatot kiszolgáló délelőttös és délutános műszak. Ezt kell mondjam a helyzetről. És ezt úgy mondom, mint aki belülről látta, hogy hogyan irányítja az államot ez a maffia hálózat. Nyugodtan elmondhatom, és a Transparency International tulajdonképpen ilyesmiről beszél, amikor egy elemzést készített a térségre, korrupcióval kapcsolatos elemzést, és azt állapítottam meg, hogy egy új szintje alakult ki a korrupciónak, egy új lépcsőfoka van a korrupciónak, amikor is nem megkenni kell a hivatalnokokat, hogy elintézzék az ügyeinket. Kinevezni a hivatalnokokat. Hanem oda kell tenni a saját embert, akinek az a dolga, hogy intézi az ügyeinket. Igen. Na most ugye ez egész magas szinten zajló folyamat, ami azt jelenti, hogy miniszterek, államtitkárok szintjén történik a saját emberek behelyezése. Majdnem meg tudnám mondani azt, és visszamenőleg is meg tudnám mondani, de nem akarok ezzel, mert nyilván nem akarok én se sajtópereket, hogy melyik maffia családnak kik az emberei adott esetben a kormányban. Sőt, azt is hozzáteszem mindjárt, és itt a mohóságnak egyfajta jelét is szeretném idehozni, hogy ott, ahol nagy kasszák vannak,
vagy földvagyon van, vagy nagy Európai Uniós támogatási kasszák vannak, oda nem csak a saját embert teszi be, hanem biztonság okáért még betesz egy, így mondhatom, talán az idősebbek tudják, mit jelent ez, tartótisztet, aki a központot összeköti a beszervezettel, és akinek az a dolga, hogy hozza az utasításokat, és viszi vissza az információkat. Na most megint álljunk meg, a Narancsbőr című Ferenczi Krisztina könyvből szeretnék idézni. Nincs földosztás felkiáltójel, mondta Orbán Viktor a földbotrány kitörése után a parlamentben egy interpellációra válaszolva. Az Orbán kormány eredetileg a 300 hektár alatti földdel rendelkező helyi családi gazdákat tervezte a nemzeti földalkezelő által kiírt állami földek bérletét, ám végül 1200 hektárra emelte a limitet. Mészáros Lőrinc cége és családtagja együttesen ennél is többet, 1327 hektárt nyertek el. Az állattartási kötelezettség is olyan szigorítást hozott, ami eleve kizárt a pályázatból gazdákat. A 10 évre titkosított elbírásánál a pontozási rendszer nagy teret adott a szubjektív ítéleteknek. Így esetett meg, hogy már évtizedek óta földdel foglalkozó családok nem jutottak talpalatnyi földhöz sem. Mészáros Lőrinc reagált a földdel kapcsolatos kérdésünkre a videóban, és azt mondta, annak le kell vágni a kezét, aki nem ismeri meg a földet, nekünk ez a lelkünk, vidéki embereknek a föld, és nem azoknak, akik ott a flaszteron fönn Budapesten azt mondják, hogy ezek a szemét vidéki parasztok, mert nincsen ebben igazuk, semmiben sincs igazuk. A faluban is bárkit megkérdez, mert ilyet sosem mondanának, amit Ángyán mond, meg Szabó Rebeka. Szarok rá, hogy mást mit mond, engem az érdekel, hogy itt mit mondanak. Mészáros Lőrinc, Felcsúti Foci Akadémia elnöke, ez a gazdasági elitünk. Ez szintje. Az ember. Én nem vetek első fel az egyetemre, szakmunkásnak tanultam, tehát nekem az, hogy ő gázszerelő vizeték, szóval ez engem az abszolút semmi bajom nincs. Nézze, ha már mondja, Mészáros Lőrincet szóba hozta. Ezek az urak, ezek úgy elkezdtek beruházásokat indítani, hogy még ki sem írták a földbérleti pályázatokat. Ez nekem egy abszolút biztos jel volt arra, hogy tulajdonképpen a háttérben megtörténtek azok a megállapodások, amelyek mentén szétosztották a földet. Van egy formális pályáztatási rendszer, közbeszerzéseknél is hasonló dolgokat tapasztal az ember, és azon közben, miközben zajlik ez a felszíni pályáztatás, azon közben a háttérben már gyakorlatilag ezek a bizonyos érdekcsoportok szépen lerendeztek mindent. No, nekem ezzel van bajom, azzal a mohósággal, hogy mindent vinni akar, és azóta is mindent vinni akar. De professzor úr, nem arról van szó, amit a történelem során számtalanszor tapasztaltunk az Anjou királyoktól egészen mostanáig, hogy a földbirtok adományozással építem ki azt a hatalmi kört, amely engem fenntart, a víz fölött tart, és én értető energiákat kapok tőle. Hát, ha feudális rendszerben gondolkodunk, teljesen igaza van. A feudalizmusnak ez volt az alapja. A vazaluson vazalusa. Hát nem. De arról van én azt gondolom, hogy nem erre kapta fölhatalmazást a Orbán kormány. Miről állapodott meg annak idején? De miről kapott, vagy mit mondott önnek Orbán Viktor, hogy mit? Mert hogy ne haragudjon, mégiscsak belekerült ebbe a társaságba, ebbe a Fazekas Sándor, meg a kedvencem, a volt. Szerkesztő, ha hiszi, ha nem, én elhittem. Két órán keresztül Felcsúton beszélgettünk a miniszterelnökkel, és valóban egy őszinte emberi beszélgetésnek tűnt. És én elhittem, mert hogy a hívószavakat is meghallottam a miniszterelnök, vagy a leendő miniszterelnök szájából. Mi abba állapodtunk meg, hogy kis közepes családi gazdaságokat és a helyi gazdaságot fogjuk erősíteni. A családokkal kötünk szövetséget és a helyi közösségekkel. Mi megállapodtunk abban, hogy nem a multinacionális tőkével akarunk szövetséget kötni, hát hiszen épp az ellen ágáltunk ellenzékben, hogy az előző kormány milyen módon próbált a multinacionális, hanem éppen a saját kis közepes vállalkozóinkkal és a saját gazdaságunkat fogjuk a saját forrásainkkal erősíteni. A múltkor nagyon mulatságos helyzetbe kerültem, Mokros Lajossal beszélgettem, és elolvastam egy szakdolgozatot, ami a holland gazdaság, azon belül mezőgazdasággal foglalkozott. És ebből idéztem viccesen, hogy a hollandok a hihetetlen rossz természeti körülmények között, ugye polder, mélyföldek és stb. Ipari termés 30%-át az élelmiszeripar adja. Az élelmiszeriparon belül azt hiszem, hogy túlnyomó többségét adja a kertészet, virágtermesztés és az összes többi, ami munka és eszköz és technológia igényes. Igen. És viccesen mondtam, hogy nem lehetne a hollandoknak odaadni a véráztatta magyar földet, vagy a bolgár kertészeknek, vagy a szorgalmas sváboknak.
és ez az idióta minisztérium komolyan vette, és azt jutott, hogy magyar gazdák, magyar földek. Miközben a magyar földön kombájnok mennek, és minden, amit kombájnnal lehet intézni, ezt csinálják. Sőt, a retorika is változatlanul az, mintha ez életképtelen lenne, például a holland modell. Ugye egyesek azt mondják Nyugat-Európáról, hogy a skanzen. Tehát amikor én arról beszélek, hogy kisközepes családi gazdaságokra kéne alapozni a magyar mezőgazdaságot, akkor azt mondják, hogy hát én egy álmodozó vagyok, ez egy skanzen, ez megvalósíthatatlan, versenyképtelen. De a gyümölcs és a kertészet az munkaigényes, technológiai igényes. Abszolút így van. És nem kell hozzá több ezer hektár. Ugye az a kérdés, hogy kinek az érdekeit képviseli az állam. Hát a nemzet érdeke az volna, hogy egy komoly erős élelmiszerparunk legyen. Az a befektető vagy tőke érdekeltség, aki spekulál az élelmiszerre, a földárra spekulál és a támogatásokra spekulál, az is a nemzet része, hogyha így veszük. Hogy lehet innen kirúgdalni az országból? Nem csak a kis közepes gazdaságokat kell segítenünk, hanem az összefogásukat, mert ez a másik elv, amit Nyugat-Európa követ. Hiába 52 hektár a francia átlagos birtokméret, úgy van ezek. Feldolgozásra és értékesítésre, viszont össze kell fogni, hogy amikor a piaccal kapcsolatba kerül, akkor tudjon egy olyan méretet felmutatni, ami versenyképes. Nem kell 1000 hektáros latifundiumokat létrehozni, csak akkor, hogyha egy középkorban gondolkodunk, ahol ez volt a társadalmi berendezkedésnek is az alapja. Nem hiszem, hogy ilyen hatalmi struktúrát kéne kiépíteni, sokkal jobban járunk, ha azt a holland modellt követjük például, amiről szerkesztő is beszélt, kombinálva a szövetkezéssel, csak tudja, az a gondom, hogy én vettem a fáradtságot, és az interneten kikerestem ezt a szakdolgozatot, hogy megtudjam, mi ez a Polder modell. De én nem nézem ki Fazekas Sándorból, meg Buda Gyulából, hogy ők szakdolgozatokat olvasnának. Szerintem lövésük nincs az egészről. Hát ezt én hadd ne minősítsem. Részben azért mentem be a kormányba, hogy segítsek nekik, de én többet erről nem akarok. Nem tudod segíteni. Nem akarok mondani. No most visszatérve a témánkhoz, megengedi, gyorsan a jelöltekről. Ha megengedi. Kik azok, akik vállalták, hogy így van. Hogy jelöltek. Mert hogy mi egy rendszerváltást szeretnénk ebbe az egész államberendezkedésben. Tényleges rendszerváltást. Honnan vagyis a helyi közösségeknek szeretnénk odaadni a lehetőségeket, hogy ők küldjék be a saját jelöltjeiket, hogy ne a pártközpontnak feleljen. Pártközpontnak feleljen az, aki a törvényeket hozza Magyarországon. Gyorsan felsorolnám én, vagy mondanék egy-két nevet közül legalább. De olyan, aki karakteres, tehát úgy van. Igen. Kishantosi Vidékfejlesztési Központról talán hallottak. Több mint 400 hektáros mintagazdaság, ökológiai mintagazdaság, és most dózerolja le a kormány. Egy vidékfejlesztési központ, non-profit szervezet, amire a miniszterem azt mondja, hogy profit társaságnak nem adunk fel. Igen, ezt tudjuk. Horváth Andrást azt hiszem nem kell bemutatnom, aki az 1500 milliárdos áfa problémát Don szóba hozta. Don Quixote típusú hős maradt? Nagyszerű, bátor ember, és azt hiszem, hogy ilyen bátor embereket keresünk, akik információ birtokában hajlandók a nyilvánosság elé kiállni, és elmondani nyilvánosan, ez az egy dolog menthet meg bennünket, a nyilvánosság ezekben az ügyekben. Szeretném megemlíteni Lehmann Györgyöt, aki a devizahiteleseket védi, 800 család ügyvéd, siófoki ügyvéd, ingyen védi ráadásul ezeket a családokat, vagyis önköltségi levelezési díjat kér. Jó merítés eddig, aztán. Szeretnék ezen kívül még olyan helyi lokálpatrióta itt a 16. kerületben, Hargitai István szóba hozni, a Budapest 13-as választókerületben, aki több évtizede dolgozik a kerületéért, és tényleg részt vesz a helyi közéletben. Szeretnék említeni egy Diviki Attilát Budapesten, szintén 14-es választókerületben okleves gépészmérnök, ugyanígy helyből küldött ember, de szeretnék vidéki barátainkat is megemlíteni, dr. Horváth Melinda orvos, pszichiáter Cegléden, jól ismeri a viszonyokat és a közösség belső viszonyait, Kohajda Lászlót Kecskeméten, aki független képviselőként részt vesz az önkormányzat munkájában, Lázár Pétert Veszprémben, aki Tapolcán a 3-as választókerületből indul, és egy fiatal barátunkat, Pacsuta Péter János természetvédelmi mérnököt, aki mellesleg, vagy nem mellesleg, épp az én intézetemben szerezte a diplomáját, egy 27 éves fiatal ember. Nem volt rá idő, csak a nézőknek mondom, Ungvári Krisztián a Holtirendszer mérlege című könyvében találtam azt a részt, ami a mezőgazdasággal foglalkozott érintőlegesen. 43. június 27-én Kállai miniszterelnök földreformot jelentett be. Ugrunk,
azt mondja, az 5-20 hold közti Szőlő és az 500 hold közti Szántaföld esetében a vitézi szék oszthatta szét tagjai között a földbirtokot. 43 júniusáig összesen 680 ezer hold idézőjelben zsidó földet sajátítottak ki. Az előzetes tervek szerint a vitézi szék 130 ezer holdat kapott vitézi telkek alakítására. Érdekes. A vitézi igen, rend. Igen, a történelem időnként ismétli önmagát. Hát ezt a könyvet a figyelmükbe, és gondolkodjanak el rajta, hogy a telkosztogatás az tulajdonképpen mit is jelent. Köszönöm professzor úr, hogy eljött, köszönöm az önök figyelmét, találkozunk egy hét múlva.